Nem tudtam jobbat kitalálni, mint hogy kizanzásítottam ezt a kvantummechanika és a Hankis kvantummechanikáról írt szösszenetét. Nagy a hype körülötte, az intézet most adta ki. Minden panel megpróbálta valahogy beleszűrni a dolgot a maga mondani valójába. Én úgy gondoltam, hogy egy kicsit pár percben megpróbálom szubjektív saját nézőpontból előadni, hogy miről is szól, legalábbis az én meglátásom van a dolog. Alapvetően ezzel a buborékról szól, ami az emberi kalandban is elő van adva, hogy annak érdekében, hogy az ember megvédje magát ettől a nagy, marha, ismeretlen, félelmetes univerzumtól kialakít ma körül egy ilyen buborékot, ezt a bizonyos civilizációt, amelyben biztonságban és szabadnak érezheti magát. Megjegyzem, szerintem ez a kettő ellentmond egymásnak, de ez csak az én véleményem. Időnként persze a buborékok olyanok, ha jönnek az éhes új civilizációk, a mi új éhes civilizációnk itt toporog a küszöbön, úgyhogy elég nagy bajban vagyunk, az az érzésem. Ezek a buborékok, ezek szét szoktak pattanni, és hát a modernitás buboréka, nevezzük így, ez is így szétpattanóban van. Azt írja Hankis, hogy a 20. század nagy gondolkodói, hogy ez az élmény, hogy szét fog pattanni ez a buborék, ez elhatalmasodott a nyugati világ legjobb elméjén. Hát ezt örömmel olvastam, mert rajtam is elhatalmasodott, úgyhogy lehet, hogy én is a nyugati világ nagy elméi közé tartozom. De hát, és azt mondja, hogy hát ezt a problémát a társadalom és természettudományok együttműködésével lehetne megoldani, legalábbis szükség lenne rá, ebben viszont teljes mértékben egyetértek. Igen, ám, de hogyan így a kvantummechanika? Hát sokféleképpen én az egyik legkonkrétabb dolgot választottam ki, a tudat kérdését. Ugye Paul Davis mondja, hogy a tudat által tett szert az univerzum önismeretre, ez egy nagyon érdekes meglátás, és ha ez igaz, akkor az ember nem véletlenül van jelen ebben az univerzumban. És Hankis azt írja, hogy nagyon sokan, és van itt egy felsorolás, úgy gondolják, hogy a kvantummechanika majd valahogy bizonyítani fogja ezt a dolgot, hogy az emberi tudatnak kozmikus jelentősége van. Hankis felsorol néhány hozzáállást, amit a természettudósok ehhez hozzáállnak, ezek között van az elhárítás, amely szerint úgy fest, mint amikor a varrógép és egy esernyő találkozik a műtőasztalon, de a semlegesség, hogy milyen puha változókkal nem foglalkozunk, vagy a tudathasadás, hogy a két dolgot, a természettudósi meg a másik énünket, a vallásos énünket szétválasztjuk egymástól. Na, én ezt mind a hármat használom, de abban, hogy a kvantummechanika ezt meg fogja oldani, abban erősen nem hiszek. De remélem majd Kroll professzor úr jobban felvilágosít bennünket erről a dologról, mert én utoljára a diplomamunkámmal foglalkoztam kvantummechanikával. Nagyon szép, amit Hankis rólunk ír. Felfedezni az univerzum matematikai tételeinek rejtett harmóniáját, izgalmas kaland és lenyűgöző élmény volt ez számtalan tudós számára. Értelemmel, jelentőséggel és jelentéssel töltötte föl életüket. Ez rám teljességgel áll, de nem ezért csinálom. Tehát inkább azért csinálom, tegnap hallottam a Mizsei által lejátszott utolsó Hankis zenei aláfestéssel ellátott monológiában, hogy csellengés és csellengem játszom. Én inkább játszom. Tehát csellengek és játszom, nekem a tudomány játék. Én azért csinálom, mert élvezem, hölgyeim és uraim. Tök jó játék. És hát itt a következtetések itt vannak, ugyebár ezt Johnny tegnap már elsütötte, és nagyon nem akarok belemerülni. A lényeg az, hogy annyira komplex és bonyolultá vált a világ, pláne ilyen bonyolult természettudományos matematikai nyelvvel tudjuk leírni sok-sok aspektusát, hogy ezt az emberek egyszerűen már nem értik, és ez a bizonytalanság, hogy ők ezt nem értik, ez kimeríti az ő intellektuális és érzelmi
energiájukat, és hogy ennek a kezelésére megint csak dialógusra volna szükség a különböző tudományok között. Én ebben hiszek, ezért vagyok itt.